cooldownja van. Ez kicsit, mint a hülyeségnek hangozana, de nem hangzik eléggé hülyeségnek ahhoz, hogy ne valósulna meg. Ebben a játékban nincs semmi, ami hülyeség lenne. Astrolongernek visszük a következő felajánlásunkat. Jó, már is teleportálunk akkor a... Várjunk csak. Cancel. Aha, igen. Igen, ez éppen most fog eltörni, úgyhogy még mielőtt ez megtörténne, azelőtt ezt itt szépen feljavítjuk. Mennyi van még az élezőkőben? Élezőkő. Ott van. Ó, még van benne nagyon sok. Akkor mehetünk a queryhez, és akkor kezdjük el a kicsapkodni. Ott is volt amúgy egy ágy. Ott is volt egy ágy. Ezt most vettem észre. Csapkodjunk már itt egy kis iront. Na. Ezt folyamatosan kéne csinálni. Szia, Exterion csumpi! Mi a helyzet? Kivégezted az Invasion-t tegnap? Komolyan? Komolyan? Ennyire nekiálltál? Az igen. Na. Az a baj, túl sok minden van itt. Tizenkét órás műszak. Az jó. Örülök, hogyha tetszett amúgy. Én még nem tartok a végénél, de nagyon-nagyon várom már, hogy mire fut majd ki a sztori, de akkor ezek szerint Exterior jól érzem, hogy neked tetszett, hogyha megnézted, vagy csak úgy elment kategória? Oh. Nem lehet többet beletenni. Már is ezeket feldaraboljuk. Szerinted a Pokémon milyen hosszú lesz? Hát... figyelj, Askandi! Hol van itt a házikó, amiben az előbb aludtunk, az már most nincs itt? Itt kijöttem egy házikóból. Várjatok már, srácok. Amikor ide teleportálok, akkor kijövök egy házból. Kicsit romos. De abba bele lehet menni? Ah, azt hittem, hogy ebbe nem lehet bemenni. Azért nem semmi milyen vaksinak kell lenni, srácok, hogy ott járkak egy ház, mert ezt nem találom. Csak azt hittem, hogy nem lehet bemenni, hogy így össze van dőlve. Na, be lehet simán. Szóval, Askandi, a kérdésedre a válaszom az, hogy mivel nagyon-nagyon-nagyon ráálltak arra, hogy open world játék legyen, így szerintem az van, hogy a main story-val nagyon sok időt el lehet majd tölteni, míg a... Vagyis tehát a main story-val szerintem gyorsan lehet majd végezni, Pokémonos mércéhez képest gyorsan, tehát szerintem az néhány óra alatt letudható, viszont hogyha mindent meg akarsz csinálni, és külön mindennel akarsz foglalkozni, akkor szerintem az határozottan sok időt fog igénybe venni. Tehát úgy gondolom, hogy szerintem a 40 óra, vagy tehát a 30-40 óra környékére tippelném, és mondjuk tehát a main mission-t, és nem rusholva, hanem csak úgy, tehát csak a main mission csinálva, de nem sietve vele, és akkor szerintem ezt meg lehet duplázni a mellékesekkel. Hát, mint az összes ilyen open world játéknál, szerintem ez a szokásos standard szint.
Kíváncsi vagyok a véleményedre, remélem nem folytatják és a fantáziánkra bízzák a folytatást. Megnézem majd, nem, hát még nekünk kell idő, mire végzünk vele, mert közben most párhuzamosan bejött más is, de, de majd végzek vele, úgyhogy please, 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 no spoiler, de, de tervezem egyébként a megtekintését mindenképpen, tehát nem, nem szeretném, nem, tényleg semmiképpen sem szeretném kihagyni, mert már többen is mondták nekem, hogy ú, a vége, de, de majd megnézem, csak még kell egy kis idő, amíg, amíg tényleg végzek vele, ezt berakom ide sütni. Ennek mennyi sütője van? 100. Oh. Az nem elég. Ironingot. Mondjuk ez meg kettesével gyártja. Aha. Ezt lehet, hogy már fölöslegesen tartom fent egyébként, sőt, biztos. Aha, ez csak elpazarolja, mert ez kettesével égeti. Csináld már meg az összeset. Please. Így. Ezt a 27-et gyárs le nekem, légy szíves. Silver nugget. Ilyet is szereztünk az előbb, ahogy bányáztunk. Tök jó, van nálunk ezüst, srácok. Már mostantól meg fogunk gazdagodni itt. És most jön az a D, ami nekem kell. A fő D. A D-jek D-je. Na akkor csúcsuljunk le. Egyébként nagyon sokan bántották is a sorozatot, hogy nagyon lassú, meg hogy kit érdekelnek az emberek személyes dolgai. Szerintem meg pont ez a jó benne, de ez olyan dolog, hogy tudjátok, kinek a pap, kinek a paplan. Nekem nagyon bejött. Bingo nap. Jaja, azaz. Jó, hát ha még nincs itt az idő... Ó, azt nagyon gyorsan ad vissza. Ha még nem jött el az idő, akkor szerintem én fel is teleportálok a query-be megint. És addig itt még csapkodom ezeket a... Sőt, nem is csapkodom, hanem elfűrészeljük itt az itt lévő ironokat. Ezt itt összesen 4 van. És ez is adott silver nuggetet. Ez egészen kellemesen dobálja ezt amúgy. Tök jó. Nagyon-nagyon tudok neki örülni. Mondtátok a múltkor, hogy, hogy mindenképpen a Colt farmoljam, mert hogy a Blacksmith nagyon sok pénzért megveszi, ebben igazatok van, csak rettentő unalmas állni és így nyomni az F betűt, tehát ebben olyan nagy érdekesség nincsen. De értem, amit mondatok, meg köszönöm tényleg a tippeket, csak az, na, tudjátok, ez eléggé uncsika. Úgy azt csinálni. De persze nyilván tudom, hogy abból sok pénzt lehet csinálni, meg ha pénz szűkében leszek, akkor mindenképpen, tehát ez nem kérdés, csak most amíg tudok másból pénzt szerezni, addig próbálnám nem a legrepetitívebb módját választani annak, hogy pénzt csináljak. Azért ebben a játékban nagyon sok érdekes mechanika van, szerintem sokkal érdekesebb módon tudunk pénzt szerezni, mint ha most én oda megyek a Cole-hoz, és akkor elkezdem csapkodni, aztán oda teleportálok a Blacksmith-hez, és eladom neki. El is fáradtunk, akkor csúcsuljunk le. Na, most van Astrolonger Day. Ezt a küldetést már réges-régen meg tudtam volna csinálni, ha nem felejtettem volna a quest itemet egyébként, hogy én elraktam. Baj. Ezt még megcsináljuk. Jó, teleport, Sweet Home. Hát ez a teleport stone, ez amúgy ez minden pénzt megér. Konkrétan rengeteg időt megspórolok vele. Ezt dobjuk már be ide, meg ezt is ide. Jó, akkor ezt mindenképpen javítsuk meg a pickaxot. Szuper. Jó. Jó. Ha még a silvert azt kitesszük. És most majd az Astrolongerhöz kéne elteleportálni, de most úgyis cooldownon van a teleport stone, akkor itt ezt gyorsan felszedegetem ezeket a dolgokat. Carrot, nem is kevés.
De legalább adja a zöld pontot egészen tisztességesen. Egészen sokat dobál, ami tök jó. Jó, tegyük be a komposzt. És ha jól látom, akkor nincs is nálunk több. Nincs is nálunk több trágya, tehát akkor most nem tudunk újra trágyázni, amíg ez nem nyílik itt, amíg ez el nem készül. Akkor tegyük oda, ahol viszont van trágya, ide. Természetesen egyel alá tette, csak hogy az OCD-met itt megölje. Jó. Mi ez a sírás, Jézuska? Mi a helyzet? Mi ez a sírós arc? Jó, teleportáljunk az Astrolongerhez. Most. A Lighthouse-hoz. Így van. Hello. Tessék. Ha. Task completed. Spirit lézert kell craftolnunk. Micsoda? Nyomj egy Jézuska nyugodtan. Attól félek, hogy Péri már elment fürödni. Restoration tools. Mit oszt meg a kertész a Facebookon? Na mit? Na mit oszt meg a kertész a Facebookon? Kell neki A-Seed és Restoration Tools. Komposztot. Ah! Srácok, ez nagyon durva volt most. Fú, ez odavágott. Ez bitang. Hú, gyerekek. Ez tényleg egyébként nem ártana inni. Hú, srácok. Komposztot. Kell-e innen nekünk valami amúgy? Bármi, ami segít rajtunk. Több mint 100 ember látta, hogy te felmagasod, de előbb. Többiek nem annyira beszédesek amúgy. Ez érdekes. Book effect on use. Ja, hogy itt lehet venni pénzért pontokat nála. Ó, 2 szilverért ad 25 ilyen pontot. Hát inkább elkezdem álulni a akármimet, a testem. Az nagyon drága úgy. Jó. Moth kell neki.
Na jó, ha itt most végeztünk, akkor szerintem következő a helyzet. Nézzünk egy másik NPC-t, akinek tudnánk csinálni questet, mert ezt most nem fogom tudni, mert ez rengeteg idő. Wagner. Trade bottle of wine for a story. Wagnernek... Hát Wagnernek kéne csinálnunk most már ugye bort, de azt még nagyon messze vagyunk, hogy mi most bort csináljunk. 12 carrot, 12 cabbages, ez 12 beets for testing. Hick of grass to the merchant. Mr. Charm, fake coins to the snake and return. A fake coint oda kellett volna adni snake-nek amúgy. Clotho azt mondja, hogy Silver Star Pumpkin kell neki. Clothónak. Silver Star Pumpkin. Old Witch with Young Eyes. Restore her memory. Aha. De várjátok, hol van a Clothwood-t, hol lehet találni? Ő nem a... Nem ő ül ott a Swampben. Sweet Home, Dead Horse, Lighthouse, Quarry, Refugee Camp. Menjünk a Sweet Home-ba. Beszélek azzal a Witch-sel, lehet, hogy neki már meg van csinálva a küldetése, csak én nem tudom. Potty. Még 23-at csinál. Most azon gondolkozom, hogy az a Witch Quest, az hogy a francban... Nincs még kész, amikor már voltam ott. Ugye meg is nyitottam hozzá a hidat. Vagy nem az lett volna a feladat? Amúgy egyébként, ha megfigyeltétek, mindent csinálok, de a temetővel egyáltalán nem foglalkozom amúgy. Tehát már, ide, már nem is emlékszem, mikor volt utoljára, hogy ide behoztam volna valamit, és ezt elraktam volna ide. Tehát nem, hogy temetés nem is csináltam, mert rohadt régóta. Ez nem a játék hibája, csak mondom, hogy egyébként teljes mértékben el lehet veszni ezekben a dolgokban, anélkül, hogy egy másodpercet is foglalkoznál azzal, amiről egyébként a játék neve alapvetően szólítana. Pumpkin. Give her health potion. Cauldron. Health potion. Kell neki hozni tököt, ami ezüst csillagos. Health potion-t és egy cauldron-t.
De most várjatok, ez ilyen vagy-vagy? Hol lehet Health Potion-t amúgy találni? Sweet Home, menjünk csak haza egy picit. De ne, ah, de nem mindet, hát, mit tudom én, vagy tizet vigyünk már. Mi van akkor, ha én most fogom magam és lemegyek ebbe a dungeonbe, srácok? Menjünk már egy dungeont, olyan rég volt már dungeon. Let's go dungeon. Lemegyünk a dungeonbe úgy, konkrétan semmink nincs hozzá, tehát se felszerelésünk, se semmink. Lehet, hogy ezért aztán meg kéne csinálni a Sword-ot. Az a baj, hogy ezt ugyan kijelöltem, hogy megcsinálom, de ehhez olyan sok... Hát, bár mondjuk most pont meg tudnám csinálni. És aztán ezt le tudnám. Ágyeb, ugye? Csináljuk meg a Steel Sword-ot, meg a Steel Armor-t, és akkor legyen jó. Legyen jó idő. Mi kell hozzá? Azt mondja, hogy Steel Parts... Furnace, hármas szintű furnace-ben lehet csinálni. Hármas szintű furnace szerintem nekünk nincs kitanulva. Anvil. De ki van? Ott van, hármas szintű furnace. Miért hiszem mindig azt, hogy még nincs meg valami? Hol van? Hármas szintű furnace, pigskin paper, és még kellene még legalább 4 darab kavicska, hát azt már is hozunk neki, hát ez ha csak ennyi a probléma. Azonnal kerítünk itt kavicsot. Piece of stone. Természetesen már jöttek is ott a beteg. Mindjárt nekem támad az egyik, figyeljetek. Push. Majd jön is. Gyere. De utálom őket. Ennél volt 3 is. Minden esetre mi most nem azt fogjuk csinálni, hanem összeszedem a köveket, leszedem a bogyókat, és így fogjuk megcsinálni a 4-es szintű furnace, közben bogyót is szedek, mert a dungeonbe kell, hogy legyen nálunk bogyó, hogy bírjam staminával a dolgokat, meg majd heal pot potion is lenne, mert azt mondta, meg fogok halni, na mindegy. Egyébként már volt olyan, hogy meghaltunk, ugye volt egy quest, amiben megölt az egyik NPC, úgyhogy végül csak újraéledünk a házikóban is, ennyi, nem is vesztünk semmit, szóval annyira nem nagy eresztés. Hallottam, most viccelsz velem? Ezt visszük. És akkor ezt mindjárt feldaraboljuk. És ebből lesz nekünk jól kavics. Arra nem fogom tudni rátenni? Craft, aha, mert ezt ide nem lehet tenni. Aha. Igen, mert ez stone kéne. Jó, mindegy, akkor nem rakom le. Akkor most mindegy, ezt mindegy. Lényegtelen. Jó, csináljuk meg a furnace-t. Hármas szintű furnace. F betűnél. Nem tudjuk, mert nem hoztam fel a pigskin papert a pincéből. Már is felhozzuk. Abban meg szerintem van nekünk még egy csomó. Hát 2 biztos, hogy van, mert direkt hagytam is, hogyha kell. Aha, van még 6 darab. Szuper. Így a faith-et is kirakjuk, mert minek, ha már nem fér be. Jó, akkor nem. Azt hittem, hogy ezekből az agyagból majd egy ilyen egészen egyedi alkémista dolgokat tudunk majd csinálni. Ehhez képest semmit konkrétan, tehát tényleg a nagy büdös semmit tudjuk csinálni. Gyorsan elalszok. Úgyis mindjárt megyünk misét tartani.
So refreshed. Jó. És akkor furnace. Szerintem én azt fogom csinálni, hogy ezt a furnace-t már innen viszont removolom, mert ez fölösleges. Ezt kalapáljuk innen ki. Úgy. Ha ez is adott volna cuccokat, jó mindegy. És a hármas szintűt ezt meg tegyük a helyére, nem? De. Szuper. Nagyszerű. Mindig kell valami plusz tudsz. De ehhez meg kellene nekünk, hogy elmenjek cold farmolni. Na jó, tartsunk egy misét, menjünk el cold farmolni, aztán begyújtjuk a sütőt is. Aztán megnézzük, hogy hogy áll a szőlő. Remélem egyébként, hogy a szőlő jobban fogja visszafelé adogatni a magokat, mint a répa. A répa nagyon gyérül adja. Ne menjünk messzire. Gyors mise. Mert. Most az elsődleges célunk egyébként az, hogy steel felszerelést csináljunk, összesen ennyi. Nagyon frankó kis népünk van egyébként, tök király. Adakoznak is bőkezően. Oké, collect, jó. Nem más csinálunk, mint elhúzunk cold farmolni. Utána majd ki kéne ásni egy kis clay-t is, mert nyilván az is kell. Bár az lehet, hogy nem kell, mert van egy csomó, múltkor ástunk ki egy csomót. Az annyira nem is kell. Mindig összekeverem, hogy itt még egyel föntebb kell menni, de még nem elég csak idáig eljönni. Meg ide. Egyébként éppen azon gondolkoztam, amit Askad így írtál, hogy vajon milyen hosszú lesz. Szerintem egyébként annyira nem fontos, hogy mennyire hosszú, mert úgyis a Pokémon játékok direkt úgy vannak felépítve, hogy ha akarod, akkor elég gyorsan be tudod fejezni. Ha meg akarsz benne időt tölteni, hát akkor meg tényleg a világ összes idejét eltöltheted benne. Most a sok játék megjelenés miatt én viszont most egy picit jobban rá fogok feküdni a main küldetésekre, hogy egy picit azt így jobban meg tudjam nyomni, de nem úgy, hogy két lábbal eltaposom a játékot, de azért nyilván akarok majd vele egy picit jobban haladni, hogy azért legyen idő a többi játékra is, viszont az meg ne vesszen el, tehát ne legyen az, hogy ez eltűnik az éterben a Pokémon, és akkor már sem fogom tudni, hogy hol tartottam, mert miről szólt az egész, mert már annyi játék megjelent, hogy még az Elden Ring is megjelenik, de még a Pokémonnal se végeztem, de a Dying Light-tal sehol nem tartok, de még a Horizon-be se haladtam, tehát ezt nem akarom, hanem egy picit haladósabban. Elden Ringig be kell fejezni, igen, én is ezt tervezem, hogy legkésőbb, de én a Horizon-ig szeretném. Tehát addigra azért szeretném meglátni a Pokémon a Legend of Arceus-nak a végét, és akkor, ha az megvan, akkor utána szépen lehet a Dying Light-tal meg a Horizon-nal foglalkozni, mert a Dying Light az egy viszonylag könnyedebb, hát egy könnyedebb vitelű játék, tehát értitek, mire gondolok, tehát azért az sokkal könnyebben befejezhető, vagy hogy is mondjam, félretehető, mint mondjuk egy Pokémon, mert az ugye a Dying Light az egy viszonylag egyszerű játék. Legalábbis én így tudom, aztán majd meglátjuk, lehet, hogy rám cáfol az egész, és akkor kiderül, hogy egy nagyon bonyolult történetet írtak hozzá, és mindenre nagyon kell figyelni, majd meglátjuk.
De mindig úgy szoktam vele lenni, hogy nem hajt a tatár, tehát ha még én májusban is az Elden Ringgel játszom, engem nem zavar. Tehát engem az sem érdekelt, hogy a Monster Hunter Rise-al rengeteg ideig játszottam, különösebben nem éreztem úgy, hogy nagyon hátrányban lennék, vagy bármi ilyesmi, mert igazából jól éreztem azzal a játékkal nagyon magam. 5760 fuelt kapott a cucc, ami nekünk nagyon szuper. Volt, ezt ide ki is dobom. Mennyi maradt ebben a csákányban? Már még van benne. Azt még ki lehet nyomatni, hogy jön a zombika. Szia, Jani! Hello, hello! Na. De mindenképpen az a cél, hogy azért a játéknak a belenézzek dolgokba, tehát azért nem akarok pontos mellékküldetések mellett elszaladni, meg ilyenek, szóval nem akarok vele rohanni sem, de na, tehát azért most arra nem lesz idő, hogy nagyon-nagyon elidőzzek azon, hogy most mit tudom én, wow, egy fűszál, azt a mindenét, hanem azért úgy haladósabban, egy kicsit úgy tempósabban. Szépen megnézzük, hogy mi a stájsz vele. Azt mondja, hogy várjatok, ne vesszünk el a részletekben. Mit mondott, mi kell ehhez? Azt mondta, hogy 2 darab steel parts kell. A steel partshoz pedig mi kell? Pedig ceramic bowl kell. Azt meg itt tudunk csinálni. Csináljunk is akkor csomót. Raty. És akkor legyártunk 2 steel partsot. Ő most szépen ezt így elfüstöli nekünk. Ami zseniális. Mindez idő alatt, amíg ő ezt csinálja. Megnézzük a szőlőt, srácok. Addig. Ó, és már van megint repa. Halla Gyula. Van crop waste, van hát. Ez akkor ezt itt hadd csinálja, a trágyát. Ez is hadd csinálja a trágyát, ezeket meg akkor leszedem. Kicsit sajnálom, hogy veszteséggel kapom csak vissza az elpalántált növényeket, de hát ez van. Azért ezt bírnám, hogyha úgy lenne, mint a Minecraftban, hogy elkezd megsokszorozódni a nálunk lévő magvak. De hát itt ez nem így van. Na jó, akkor nem is azt teszünk bele, hanem carrot seedet, így van. Addig, amíg itt járkálunk, addig ezt hagy érjem. Itt úgyis van trágya. Így van. Így van. De jó. Na, mindegy. Crop waste-et ide. Trágyát azt vigyük magunkkal. Ezt visszateszem. Nagyon jó. Rengeteg van már amúgy. Mármint répa. Ezt leszedjük, ez már jó lesz a dungeonben. Ha lemegyünk, úgyis mindjárt készen vagyunk vele. Pak! Na nézzük, hogy mit csinált itt a szőlő. Ugye itt összesen 2 sort tudtunk elüldetni. Már le is tudjuk szedni? A grape seedet egyetlen egyet vesztettünk sajnos, de rossz amúgy, hogy nem 100%-osan adja vissza, ezt kicsit sajnálom. Na mindegy. Azért jobban örülnék, ha 100%-os eséllyel dobálnál vissza. Ezt még akkor itt betrágyázzuk. Minek annyira olyan dolgokkal, szépen kényesen nyugodtan, ha megjön ki, jöjjetik. Nyomod, annyira fontos egyből belekezdeni. Megmondom őszintén azért, mert nagyon-nagyon várom, Jani. Tehát, hogy most az a helyzet, hogy pont mondtam a többieknek is, hogy nekem nem is jelentene semmit az idei, tehát ez a februári úgymond nagy hajsza, vagy nagy játékdömping, ha nem várnám nagyon mindegyiket. Tehát, hogy az összes játékot várom, a Horizont is nagyon-nagyon várom, mármint a Zero, a Forbidden Westet.
a Dying Light-ot is nagyon, és összességében csak ennyi, tehát ez okozza az úgymond, hát nem is sietséget, hanem inkább ezt a felfokozott várakozást leginkább bennem, hogy már nagyon várom, hogy láthassam. És a Dying Light-ot is, a Shifu-t is, hú, srácok, a Shifu-t nagyon-nagyon várom, hú, azt rettenetesen, de a Pokémon-t is, szóval az a baj, hogy igen, lehetne mondani, hogy most minek kezdesz bele mindegyikbe, de legalább csak hagyd nézzem meg, hogy milyen. Legalább csak, hogy nem másnál kelljen látnom. Meg az, hogy így nektek is meg tudom mutatni. Bennem ez is megvan egyébként. Ezért is mondom, hogy nem akarom két láppal taposni egyik játéknak sem a lore-ját. Ó, és akkor már van szőlőm, srácok. Ezüst csillagos, meg minden. Grape seed. Itt már gyönyörű dolgok vannak, komolyan. És még megötünk is, van egy csomó. Meg hogy nektek is meg tudjam mutatni. Tudom, hogy egyébként általában ti vagytok az a közönség, akik sosem szoktatok követelőzni, mert itt még tényleg soha senki nem kérdezte meg, hogy mikor lesz. Jó, mondjuk a Minecraftra már kérdezték pára, hogy mikor lesz Minecraft, de többnyire nem szoktatok így követelőzni, hogy hát tüzé, csináld már, hát nem látod, hogy megjelent, hát mikor streameled már, mire vársz, ilyen még nem volt, meg szerintem nem is lesz. De ha lenne, se lenne amúgy nagy problémám vele. De így nektek mindenképpen szeretném megmutatni amúgy ezeket a játékokat, mert engem is iszonyatosan érdekel. Na, meg tudunk csinálni életünk első Steel's Forge-jét. Aminek itt most mód felett fogok örülni, mert ez egy nagyon nagy előrelépés, rácok. Ez egy óriási előrelépés. Pak! Innentől kezdve nagyon komoly harci tempóban fogjuk neki lemenni a dungeonbe. Még egyetlen egy dolgot szeretnék én megcsinálni. A Steel Armored Carpenter's Workbench 2. Ez a Carpenter's Workbench 2? Nem, ez a Carpenter's Workbench 1. Mi kell a Carpenter's Workbench 2-höz? Trunk, anvil, furnace, sawhorse, chopping, stone pile, stockpile, so... Nincs nekünk még meg a Carpenter's Workbench. Az baj. Carpenter's Workbench. Azt a minden, itt 200 kell hozzá. Hú, az nagyon sok. Akkor páncélunk nem lesz. Még ezt sem tudnám megcsinálni. Eldarin Coop-ot követik. Eldarin Coop lesz egyébként. Janival beszéltem, nem XX Janival, hanem egy másik Janival, aki szokott itt a chatben lenni. Ugye én PlayStation 5-ön fogom nyomni, és azt tudnotok kell, hogy ez teljesen kizárt, hogy a PlayStation 5-ösök, még azt hiszem, még a PlayStation 4-esekkel sem tudnak coopozni. Ami szerintem iszonyatosan gagyi, de na mindegy, ez van. Na, még egyet. Jó, így meg tudom csinálni, hogy legyen nálunk legalább egy Iron Armor. Armor nélkül nem akarok lemenni a dungeonbe, srácok. Az az igazság, azért is killódok itt ennyit. Skin kell neki. Hát ezt tudtam volna, akkor nem killódtam volna ezzel ennyit. Hát a skin kell neki, egy bakker. Hát skint azt csak azzal tudok szerezni, hogyha leszedem a hullákról. Akkor nem lesz rajtunk armor, most már eldöntöttem, nem killódok ezzel tovább, ez van, akkor nem lesz armorunk és pont. Azt oda, ez most nem kell, megötöt azt még kiteszem gyorsan. Stalker 2-t várom olyan, de megint késik, így majd a lejövőre fogom csak megnézni. A Stalker az decemberben jön. Te is azon fogod tolni? Exterion, akkor egyébként te is jöhetnél ugyanúgy velünk. Simán. Sőt, gyere is. Majd beidézünk meg ilyenek.
Mondjuk én igazából azt idézem be, aki itt van a chatben, tehát nekem nem lesz ilyen külön, hogy ezt és ezt a nevet idézem be, szóval aki jön, az jön, tehát nekem aztán teljesen mindegy, srácok, hogy kivel játszok, csak tudjak valakivel, aztán az nekem bőségesen elég. Gyönyörűen letrágyázunk. Mármint nem úgy. Nagyszerű. Simaliba. Oké. Okay. Volt, aki így kérdezte Discordon, hogy milyen karaktert indítsa, hogy mi lenne a jó, srácok, amit szeretnétek. Nem, tehát itt nem kell most még, ez még nem az a szint, amikor még elkezdünk min-maxolni az Elden Ringben, hogy legyen egy mágus, meg legyen egy big fucking sword, meg egy tank, meg aki mit tudom, ami hátulról pruttyogtat. Ez csak annyi lesz, hogy leülünk és élvezzük a From Software legújabb játékát, és nagyjából ennyi. Úgyhogy senkinek nem kell ilyen taktikai szinten gondolkozni, hogy most milyen karakter csináljon, amit csak szeretnétek, olyat csináljátok. Mindenképpen. Csak azt, amit szeretnétek. A többi meg kit érdekel kb, de tényleg, tehát most... Várjatok, amíg én lent vagyok, addig viszont te csináld már ezt az ironosdit, léci. Ez ne heverjen már itt parlagon. Ironingot ott csinálj, légy szíves. Jó sokat, így annyit. Ezt addig visszadobom ide. Ja, hogy ez ne teljen is valamivel az idő, amíg lent vagyunk. Ironból úgy is kell egy csomó. Aztán megnézzük, hogy milyen lett, de mondom nektek, az Elden Ringet én is borzasztóan várom, de amúgy olyan nagy elvárásaim nincsenek felé. Mint ahogy így sokan nekiálltak, hogy így, hogy ennek most fantasztikusnak kell lenni. Ha nem lesz fantasztikus, se lesz olyan nagy probléma. Különösebben nem fogok így megőrülni tőle. Én egy olyan szintet várok el, én legalább egy olyan szintet várok el, mint amilyen volt a Sekiro nehézséget. Ha nem lesz annyira nehéz, akkor az a baj, könnyűnek fogom érezni egy picit. De ez nem jelenti azt, hogy nem fogok százszor meghalni benne. Csak tök jó lenne, hogyha azt a nehézséget, amit diktált a Sekiro, azt tudná hozni egyébként az Elden Ring is, azt nagyon-nagyon bírnám. Ó, ezt már együttésre csapjuk le, a Steel Sword-dal. Hopp. Tök jó. Tök jó, ezzel a Steel-lel már nagyon kemények vagyunk, srácok. Mint a kád széle. Vagy mint Tarzan sarka. Az a baj, hogy meg is sebeznek. Azt nem kéne hagyni, mert nincs nálam HP-töltő. Pumpkin seedet vettem föl. Onion seedet is vettem. Ó, hát itt ilyen jóságok vannak, srácok, hogy pumpkin, meg onion, meg ilyenek. Várjátok, ezt ki kéne tenni ide. Miért itt Josephnek az idegeire megyek, hogy már megint ugyanazt csinálom. Cucc van itt lent, srácok, hát ez csak itt lehet mindent csinálni. Tök jó. De hogy nem? De elkezdeném megint kattintgatni a húzokat, ezért biztos vagyok benne, hogy elkezdeném ott is vakarózni, ahol nem viszket. Hogy hát vajon ez most hülye, vagy csak teljesen gyépés a kettő közül, melyik most mondtam el neki. Hopp! Onion seed. Olyan hagyma farmot lerakok, srácok, hogy őrület lesz. Hopp! Fikusz. Nagyon tetszik nekem ez a dungeon, tök jó. Még ilyen fricsekre, meg ilyenekre annyira nincs szükségem, hogy lehet, hogy ezt inkább nem is fogom csinálni, ezeket itt külön kapálgatom kifelé. Mi az a saktábla ott? Az lenne az Insta vége?
Ez az egyes számú insta egyébként. Hát ez csak belém tudott ütni természetesen egyet. Hopp. Dead. Dead. Szuper. Hát most ezt nem tudom, megéri-e szétkalapácsolni? Flitch. Hát ezt nem éri meg szétkalapálni, egyáltalán nem éri meg. Lehet, hogy nem is fogom ezt csinálni. Csak az baj, hogy mindig azt hiszem, hogyha nem kalapálom szét, akkor itt valami érdekes dolgot hagyok hátra. De akkor ezek szerint nem. Semmi érdekeset nem hagyok hátra, csak csupa hülyeséget. Marciska, köszönöm szépen a követést! Innen jöttem. Rejtett ajtók nincsenek? Hát ezt nem tudom megmondani, Jani, mert nem vagyok annyira gurúja a játéknak még, hogy ezt így tudnám. De szerintem úgy vannak. Mert ebben a játékban nagyon-nagyon-nagyon, tehát minden nagyon deep. Meg minden nagyon körülményes, de viszont annyira jó, hogy arra figyeltek, hogy ne idegesítően legyen körülményes a játék, hanem csak úgy olyan tízes skálán, kettes szinten. Tehát már pontosan elkezdenél belefáradni, hogy mennyi teendőd van, amikor megjutalmaz a játék egy csomó jó dologgal, amivel aztán újra felhozza benned a kedvet arra, hogy játsszál vele még többet, ha szeretnél. Szóval ebből a szempontból ez jó. De én már itt is jártam. Hát ez azt megérte. Az mi, ez egy chest ott? Mindig azt hiszem erre, hogy ez egy chest, pedig nem az. De itt már jártam az előbb, de akkor merre kell itt menni? Itt kéne lefelé menni? Ó! Ó, és akkor ezzel megnyitom a kettes szintet. Tök jó. Nyom. Kár, hogy egyébként a kaja nem tölti az életet így külön. Gyere! Gyere! Ez nagyon megért ez a Steelsword. Együttésre csapkodok el mindent. Van fikusz. Hoppá! Pumpkin seed. De semmi egyéb. Azt most már nem kalapálom szét, nincs értelme. És nagyon sok szintje van egyébként ennek a dungeonnek. Rengeteg. Open. Bookshelf. Hogy lehet már megint tele az inventorim? Hogy? Meg sem adom az esélyét annak, hogy egyáltalán valamit fel tudjak venni. Te fullon vagyok. Még ezt még ki lehetett volna tenni, ezt már el lehetett volna rakni, hát ja. Na, ez se kell, ez se kell. Na jó, mindegy. Csak meg tudod érinteni valahogy. Kusz. Menjünk lefelé, kategórikusan. Jelly. Szerintem van benne valami érdekes, de semmi. Még ilyen iron parts-ok miatt egyébként érdemes lenne, de azért annyira nem. Green jelly, onion seed. Jó, mondjuk 4 onion seed kell, tehát annyira azért nem vagyunk elhavazva, de mondjuk érdekes, hogy ez ilyen aranyi csillagos pumpkin seed. Ez biztos valami nagyon ritka cucc, gondolom én. Ezüst csillagos pumpkint kell vinni egyébként a mocsárban lévő bossihoz. Úgyhogy az majd egyébként megérné.
Bár nem tudom, hogy aranyat elfogad-e ezüstnek, tehát, vagy lehet, hogy neki csak kifejezetten ezüst csillagos kell. De hogy ezt a játékot ismerem egyébként, igen, csak az kell neki. Hopp. Mennyi HP-bat le tudod szedni. Ez már a harmadik szint. Itt már valami szúnyogok is vannak. Az hogy támad? Ha? Érdekes, azt pont nem tudom felvenni. Azt sem tudom felvenni. És azt sem tudom felvenni. Zseniális. Ide aztán megérte mindent magammal hozni. Na jó. Mitől szabaduljak meg, ami nem kell? Ez nem kell, ebből van egy csomó odafent is. Úgyhogy ennek helyében felveszek egy Chaos Powder. Wheat Seed. Azt se kell különösebben. Death Powder-t vettünk fel helyette, vagy Powder-t vettünk fel helyette, bocsánat. Mi nem kell még innen, ez is fel, mire kell Keeper's Key, de biztos, hogy kell valami, ezt nem dobhatom el. Miért nem lakod le arra a három helyre? Nem szünteti meg, Jani, ha ide rakod, ez csak gyors billentyűt jelent, de itt marad az inventory-val. Látod, itt van a berry. Ez nem olyan, mint a Minecraft sajnos, hogy innen kikerül ide. Sajnos nem. El ne dobd a kulcsot, dehogy dobom. Nézné nagyot, hogyha ezt most kidobnám. Hát, Josephu, ezt a kérdést ugyanígy feltettem magamnak én is. Jó, menjünk ki. Nem tudom mit csinálni. Ne. Vissza kell menni teljesen. Innen nincs teleport. Nem más, srácok. Teljesen ilyen masszív backtracket kell nyomni. Vah. Az nagyon sok viszont. Ó, egyből följhoz. Ja, ez tök jó. Egyből föntre jövök. Mondjuk az azért jó. Az azért jó. A hitet és az ima könyvet azt ide ki fogjuk tenni. Nem ide fogjuk kitenni. Jó, akkor mindegy. Akkor máshova megyünk. Ne ide tegyem ki? Majd ide. Kulcsot meg a pénzt, azt vigyük föl. Itt is van még Batwing. Tök jó, hogy össze-vissza van minden. Várjunk csak, tegyük ide a quest itemeket. Tehát ezt nem. De mondjuk ezt. Építs alkemi tárolókat, és oda mehet az alkemi alapanyagok. Hát, ja, egyébként lehet, hogy az kellene, ja. Egyébként az kéne. Ez sok seed, ez nagyon-nagyon megterhelte az inventory-t, ez kegyetlenül. Kurva sok a loot, nagyon sok, tényleg nagyon sok egyébként. HP-val nem fogom bírni egyébként, én ezen aggódom. Leginkább, hogy nem fogom bírni HP-val a végéig, tehát el fogják ütögetni a HP-mat. Az még egy dolog, hogy a stamina management az megy úgy, ahogy, de a HP, az nem fogom kibírni. Főzni kell, igen. Igen, és pontosan erre gondoltam, hogy az a valamit kezdeni kéne, mert azt nagyon, nagyon elhanyagolom. A játékban a főzést, az teljesen, amúgy. Na, csináld már, légy szíves. Ezeket beszórom ide. Lentil, pumpkin.
Ez is onion, maggot. Beetet azt gyorsan elhasználom. Na. Aj, de rossz. Na végre. Jó. Pete is method bossba, onnan is elhasználja. Tényleg? Azt nem kell kivenni az inventory-ba külön? Ah. Azt hittem, azt külön ki kell szedni az inventory-ba, vagy ilyen körülményesen. Nézzük, hogyan tudnánk főzni. Cook. Bread. Az a baj, nem akarom elhasználni a keretet. Fried egg. Nincs nálunk egg. Baked mushroom. Az jó viszont, az rendben van. Az 12-t ad. És akkor ezt is meg kell várni. Ó, nyilván nem összekavarintjuk a Swisslát, akkor sleepeljünk egyet addig. Legalább felmegy a HP. Azt megvárom, amíg felmegy, mert mondom, nem fogom bírni HP-val. És ez meg csak, aha, ez meg csak és kizárólag ezt ad. Még a chisel sem kell amúgy nekünk, azt is minek hozom magammal. Teljesen felesleges, alig használ, egyszer használtam eddig összesen. Ah, oh, ez is tele van! Jó, akkor azt vegyük ki innen, meg a vizet. Ezt is, ez is minek ide. Legyen ez a vegyes. Ez lesz a vegyes. Tudunk-e még valamit főzni, ami esetleg healt ad, nem csak... Ez mindegyik csak ezt adja. Beet. Hús. Sliced meat. Hát tehát a meatet, azt valahol fel kéne nekem vagdosni.